Ezek azok az utalványok, amelyekért cserébe érdemes alapos hulladékgyűjtésbe kezdeni otthon. Hét elején indult el, és egészen jövő hét szombatig tart az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékért virágot akciója. A társaság már minden fél évben szokásosnak mondható programjában a külön válogatott papír, műanyag, öblös üveg, fém csomagolási hulladékért, valamint italos kartondobozokért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevők. 19. alkalommal hirdette meg társaságunk a Hulladékért Virágot akciót Nyíregyháza megyei jogú város támogatásával. Szeptember 11-e és 23-a között várjuk a hulladék udvarainkba a szelektíven gyűjtött hulladékokat. Korányi, Frigyes utca, Hulladékudvar, Kerék utca, illetve most már bekapcsolódott a Mátészalkai Ecsedi úton található hulladékudvar is ebbe a lehetőségbe. Arra kérjük a városlakókat, az embereket, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot hozzák be ide hozzánk, papírt, csomagolási műanyagot, illetve öblösüveget, és a behozott mennyiség függvényében cserébe vásárlási utalványt vagy virágültetésre alkalmas komposztot adunk nekik érte. A vásárlási utalványok felhasználási területe nagyon divers, állateledelbolttól kezdve fürdőn és színházon keresztül sok helyen felhasználható az így kapott utalvány. Eberhard Gábor hozzátette, az ehhez hasonló rendszeres akcióknak köszönhetően érzékelhető, hogy megmozdul a társadalom. A hétköznapok során ugyanakkor még hatalmas a fejlődési tér a szemléletformálásban. A hétköznapi tudatosságon mindenképp lehet még, tehát van már egy szintje, de nincs az a szint, amit még ne lehetne növelni. Éppen ezt célozza ez az akciónk is. Tehát arra próbáljuk rávenni az embereket, hogy igen, gyűjtsenek szelektíven, hozzák be a hulladékot ide hozzánk, és ne a vegyes kukába kössön ki a hulladék. Utolsó akciónk az ennek az évnek a tavaszán volt, akkor körülbelül 200 család vagy ember vett részt benne, és körülbelül 15 tonna hulladék az, ami begyűlt az akció során. Az utalványok beváltási helyeinek listáját az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján tekinthetik meg az érdeklődők. A társaság egyébként Nyíregyháza önkormányzatával közösen szeptember 23-án közösségi, családi eseményt is szervez a Kossuth téren. A szelektív szombat elnevezésű szinte egésznapos vetélkedő a tudatos hulladékgazdálkodás témája köré épül, miközben kulturális programok és koncertek is szórakoztatják majd a kilátogatókat.